Van egy hangzó anyagom, de bizonyos részeket el akarok távolítani egymástól, vagyis mozgatni akarom külön-külön a teljes anyagot, akkor erre az időeltolás eszközt kell, hogy használjam. Az időeltolás eszközzel bármelyik egybefüggő hangzó részt odébb tudok mozgatni. Azonban én most ketté akarom vágni a hanganyagomat, méghozzá egy kicsit el akarom távolítani a vers címét és szerzőjét. Vörös Sándor, a Birka iskola. A többi résztől. Legyen itt egy kicsit nagyobb a hely. Kijelölöm azt a pontot, ahol vágni szeretnék. Szerkesztés, határok levágása, felosztás. Láttuk, hogy volt ott egy billentyűparancs, nézzük meg majd a későbbiekben. Mi történt? Az történt, hogy most, hogyha megfogom az időeltolás eszközt, az F5 billentyűparancssal tudom, akkor innentől fogva ballegérgombbal el tudom távolítani a két részt egymástól ugyanazon a sávon. Nézzük meg még egyszer, hogy működik. Kijelölöm, hol akarok vágni. És nyomok egy Ctrl I-t. Voilà! A Ctrl I billentyű parancsa szintén el tudtam választani, darabolni tudtam ezeket a részeket. Innentől fogva, amikor lejátszom, visszateszem a kijelölő eszközt. Vörös Sándor, a Birka iskola. Egyszer volt egy nagy csoda. Na most itt majd azért vegyétek észre, hogy a zaj eltűnésével süket csönd lesz újra rajtunk. Ezt majd a későbbiekben megmutatom, hogy hogy lehet esetleg még jobban és máshol is megjeleníteni ezt a süket csöndet.